Szeretettel üdvözlöm kedves nézőinket, Török László a nevem. Ma Bogyai Eleméről, Magyar Házbolt elnökével fogunk beszélgetni. Tudjuk, hogy 2 hónapot töltöttél odahaza, és a Világszövetség székházában dolgoztál. Valószínűleg te voltál az utolsó kanadai magyar, aki Rácz Sándorral még életében beszélt. Szólnál néhány szót az ő jelentőségéről, munkásságáról, és hogy mit is jelentett ő a magyar politikai planétán, amikor még mi fiatalok voltunk. És márciusban megünnepeltük egy pár héttel később a 80 éves születésnapját, és abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy én ültem a Sanyi mellett, és hosszan el tudtunk beszélni. És sajnos 3 hétre utána a Jóisten elszólította tőlünk. Mesélj Rácz Sándorról. Rácz Sándor nekem nagyon jó barátom volt, mikor itt járt, akkor ugye nálam lakott. Meg is vicceltem egyszer, mert akkor fölvittem a vendégszobába, mondtam, hogy Sándor, ezen az ágyon aludt már Wittner Mária, a Pongrász Gergely, persze nem egyszerre, és a Horn Gyula. Rácz Sándor ránézett, akkor én a földön alszom. Mondom, Sándor, annyira ismersz engem, hogy a Horn Gyula ide bejött volna és élve kiment volna? Úgyhogy mind a ketten nagyot kacagtunk. Ő nem engedett a 48-ból és az 56-ból. Ennél nagyobb bűn máma Magyarországon nem lehet. Mondd, mit csinált Rácz Sándor 56-ban? És mi volt az ő büntetése a megtorlás időszakában? Hát 56-ban ő is részt vett a forradalomba, és utána megválasztották az Országos Munkástanács elnökének. Amikor ugye a sztrájkot, a Kádárét le akarták verni, a Rácz Sándor behívták a parlamentbe egy megbeszélésre, és ott letartóztatták. Úgyhogy ebből vége lett a 56-os karrierének, és ugye akkor volt olyan ember, aki hajlandó volt a sztrájkot egy kicsit lecsökkenteni, és így helyre tudták állítani a rendet. Ha Rácz Sándor marad, akkor az általános sztrájk tovább tartott volna. A forradalom után, mikor ő szabadult, akkor ő állandóan a 56-os eszméket tartotta életbe, olyan beszédeket mondott, hogy rengett a fal. Ugye tudni kell, hogy Rácz Sándor nem végzett egyetemet, de felülmúlta bármelyik egyetemi professzornak a tudását, ha beszélni kellett. Mondd, mi volt Rácz Sándor büntetése, amikor azután, hogy letartóztatták? Hát életfogytiglan kapott, és azt hiszem 73-ba amnesziával szabadult. És akkor elkezdett gazdálkodni, míg 2003-ba a Magyarok Világszövetségének a tiszteletbeli elnöke lett halála órájáig. Mikor és hogyan fog lezajlani a végső tisztességadás Rácz Sándor felé? A temetés május 23-án lesz. 11 órakor minden templomban meg fognak szólalni a harangok, és 12-kor tudomásom szerint kezdődik a bazilikába a Rácz Sándor temetése, és ott aztán a nemzeti sírkertbe lesz elhelyezve, méltó helyen, ugyanúgy, mint Hegedűs Lóránt püspök úr. Itt a kanadaiak is részt fognak venni
és koszorút fogunk küldeni az 56-osok, a Világszövetség és a Vidézek nevében. Itt, ha valaki akar adományt küldeni erre a célra, a TV társaságnál meg fogják tudni a címet, hogy hova küldjék a csekket.